A Juni Hertz tank telefonjai nagyon a szívemhez nőttek az évek során, de kíváncsi voltam, hogy ebben a kategóriában mit összehozni egy másik cég. Mondjuk a Julefon. Szóval, hölgyeim és uraim, ez itt a Julefon Armor 24. És most jól kiderítjük, hogy mégis miféle fából faragták. Mielőtt azonban belevágnánk, egy pár szó a csatorna szponzorától, a CD Kio től Unod már, hogy a Windowsod még mindig nincs aktiválva? Nos, erre úgy gondolom, hogy van egy megoldásom. Ha felnéztek a cdkeyoffers.com weboldalra, akkor ott találtok igencsak jó áru Windows kulcsokat. És hogyha berekjük őket a kosárba, valamint használjuk az ANO25, vagyis ANO25-ös promókódot, akkor további 25% kedvezményt kaphatunk az amúgy is olcsó termékkulcsokért. Megveszitek, beírjátok, aktiváljátok, Bum, a gépetek készen áll. Ó, hogy már aktivál van a gépetek, de most az Office-szal szenvedtek? Nem fogjátok elhinni. Ismételten nézzetek fel a cdkeyoffers.com-ra, ahol bizony Office kulcsokat is találtok majd, és el nem hiszitek, erre is használható az ANO 25-ös akciós kód. Szóval, kód a leírásban, és linkek a leírásban. Köszönöm a cdkeyoffers hogy fizetik az ehavi rezsimet, és most tovább a kontentre. Nem is szeretnék váratni egyébként senkit, és már most így a legelején elmondom, hogy Semmilyen fából nem faragták, ez nem fából van, pedig nagyon menő lenne. A dobozban a telefonon felül a leírást találjuk majd egy üvegfólia kíséretében ezek vannak fizikailag a telefon fölött, a telefon alatt pedig egy sárga USB-C kábel és egy 66 wattos töltőtégla fogad majd minket. Megjelenésében egy átlagos telefon mellett egyenesen félelmetes, ahogy kinéz, de a masszívak és téglatelók világában ezt mi már megszokhattuk. Fémsének oldalt, ami mellett gumírozott műanyag készülékbe kapunk a lehető legütésállóbb kialakításért. A telefon tulajdonságait elnézve leginkább az első generációs tankra emlékeztetett. Mind a ketten 22 ezer milliamperórás aksival rendelkeznek, ami aksi 66 wattos töltést támogat majd a fedéllel ellátott USB-C-s töltőporton keresztül. A telefonok egy 68 szoros kijelzővel rendelkeznek, 2400x1080-as felbontással, van egy nagy felbontású hátlapi kamera, és egy éjjellátó kamera a mellé csomagolt infrared világítással, van fülhallgató csatlakozó, hasonlóan a töltőporthoz védőkupak alatt, és még NFC is van bennük, érintésmentes fizetéshez. Ó, és természetesen mind a kettőnek ott van a hátulján egy gigászi LED lámpa. Wow. Oh. Szóval abban egyetérthetünk, hogy a két telefon azért hasonlít egymáshoz, ettől függetlenül azonban ez egy teljesen egyedülálló eszköz. Szóval itt az idő megismerni egy kicsit közelebbről. A telefon egy nagyon masszív jószág a maga 650 grammos súlyával, kézben tartani még rövid időn belül is egyenesen fárasztó. Szerencsére van miben megkapaszkodni, mivel a kialakításánál fogva egyenesen lehetetlen, hogy kisúszon az ember kezéből. A már említett oldalsó síneken található a telefon összes gombja, jobb oldalt a hangerőszabályzó gombok és az új olvasós bekapcsoló gomb, bal oldalt pedig a SIM amin egyik oldalt dupla SIM másik oldalt pedig egy SD kártyát fogad be, ez őszintén először látom, de baromi menő megoldás, alatta pedig kettő akciógomb. A sárga gombnak a funkcióját átállíthatjuk a beállításokban, és alapból hosszú lenyomásra egy ilyen vókító appot nyitna meg, a másik gombbal pedig a fényt vezérelhetjük. Igen, a gigászti LED fényt a hátoldalon. Elképzelhetitek, hogy eléggé szép fénye van, de csak hogy legyen valami viszonyítási alapunk, így világít hozzá képest a tank. Oh, micsoda fényjáték, hölgyeim és uraim. Itt oldalt van még egy u névre keresztelt csatlakozó, amihez különféle kiegészítőket lehetne csatlakoztatni. Most ilyen kiegészítőket én nem kaptam a telefonhoz, szóval ezt nem tudom értékelni, hogy ez mégis milyen lehet, de az ötlet baromira tetszik. A telefon alsó és felső oldalán figyel majd egy-egy kis ajtó, amik alatt a kettő portot találjuk. Ez a megoldás nekem személy szerint sokkal jobban tetszik, mint az, ami a tankon van. Ott mind a kettő port egy ajtó alatt figyel, ami azt jelenti, hogy ha mondjuk zenét akartok hallgatni, akkor van egy ilyen két és fél centis műanyag, akármi, ami lifeg a telefon alján. Ez majd, hogy nem azt mondom, hogy elgánsabb. Felül még egy IR Blaster találunk, szóval távirányítónak is használható a telefon a beépített alkalmazás segítségével, ugyanakkor mivel ez az alkalmazás konkrétan még anyám leánykori nevét is szeretné tudni, én mondtam, hogy köszönöm szépen, de így nem szeretné neked engedélyt adni az, hogy működj, Szóval ezt nem próbáltam ki. Sorry. Itt fent van egy gödör, amit nem tudtam beazonosítani, hogy mégis mi a szerepe, de alul tudom, hogy mik azok a lyukak hangszórok. Ezek valami hihetetlenül rosszul szólnak, hogyha zenehallgatásról van szó, viszont hogyha egy kihangosított telefonhívásról vagy telefoncsörgésről, értesítésekről van szó, ezt még akkor is hallani fogjátok, ha melltetek egy ütvefúrót használnak, ami valójában lehet, hogy egy kicsit közelebb van a tervezett felhasználáshoz, mint a zenehallgatás. És hogyha már itt tartunk, akkor az értesítési hangok azok megérnek egy misét, mert egy, alapból max hangerőre vannak rakva, és kettő hallgassátok! Rátérve most a kamerákra, itt a Julefon egy kiegyensúlyozott pakot hozott össze, legalábbis papíron. Míg a Tang egy 108 megapixeles fő és csupán 20 megapixeles éjjellátó kamerát kapott, a Julefon kettő darab 64 megapixeles szenzorral lett szerelve. A képek szerintem meglepően jók egy ilyen kaliberű telefonhoz képest, és nyilván nem ez lesz az első mobil, amihez nyúlnék, hogyha lőnöm kellene egy fotót, de nem lennék nagy gondban, ha csak ez lenne nálam. Videók terén már más a helyzet. Az 1440p-s limit felbontásban, csak úgy, mint a Helio G99-es telefonoknál, itt is jelen van, és stabilizálásnak nyoma sincs. Videót csak és kizárólag álló helyzetben, szélcsendben lesz vele érdemes felvenni. Ó, és az éjjellátás! elmegy. Nem lenyűgöző, nem is borzalmas, elmegy. Vissza a telefon elejére, a kijelző méretes, csak úgy, mint a telefon maga, egy 6,8 szolos IPS panelről beszélünk, a maga teljesen elfogadható, még ha komoly napsütésben kicsit gyenge fényrejével, és 120 Hz-es frissítésével. Erre a mobilra ez bőven sok, és ahogy említettem, még egy üvegfólia is jár mellé a dobozban, sőt, a káva egy kicsit kiemelkedik, ezzel védve a panelt ezt szeressük látni. Az Armor 24 rendszere Android 13, szóval a lehető legfrissebb operációs rendszert használja, szemben a Tankal, ami le van ragadva 12-es Androidnál. A telefon egyébként egy nagyon kellemes, koherens megjelenést adott a telefonnak, az alkalmazások ikonjai passzolnak egymáshoz, a beállítások sárga, mint a cégnek a fő színe, és még az a panel is baromi jól néz ki, ami megmutatja, hogy egy Helio G96-os chip, valamint 12 GB RAM és 256 GB háttértárlapul a mobilban. Mindjárt rátérek a teljesítményre, először azonban vissza a rendszerre. Elismerésem, mivel a saját alkalmazásai kifejezetten összetettnek néznek ki, ugyanakkor a Funny Sounds Up egy igen érdekes darab. Ebben van kutyaugatás, sportautó motorhang, rendőrautó sziréna és két hangszóró takarító hangeffekt. Ezek nem tudom, hogy mit keresnek egy helyen, miért nincsenek szétválasztva, vagy egyáltalán miért létezik ez az alkalmazás, és miért nincs mindez hozzáadva a toolboxhoz. Nagyon jó kérdés. Visszatérve a teljesítményre, most láthatjátok az elért eredményeket. Ezeket összevetjük a G99-es cséppel, amit előző években már jó pár telefonban láthattunk, többek közt a tank egyben is. A különbség nagyon apró, kevesebb, mint 10% és hétköznapi felhasználásban gyakorlatilag megegyeznek majd egymással. Egy ilyen kaliberű telefonnál persze már vannak alapvető dolgok, amiknek meg kell felelnie ahhoz, hogy egyáltalán számításba vegyük. A telefonhívás minősége megfelelő volt? Teljes mértékben. Fülhöz tartva és kihangosítva is tökéletesen hallottam a másik felet, és ők is jól hallottak engem, szóval ezzel nincsen probléma. És a mobilnettel mi a helyzet? Nos, azt észrevettem, hogy nem éppen fantasztikus. Nem mondom, hogy gondban lesztek, de sebességét nézve eléggé messze van egy csúszkészüléktől, és igen, mind a kettő mért értéket 4G-s hálózaton mértem, ráadásul ugyanazon a hálózaton, ugyanazon a helyen állva. Szóval, ja... Most felmerülhet a kérdés, hogy vajon lehet-e erről a telefonról másik telefonokat tölteni, ha már ekkora akkumulátor van benne. Nos, a weboldalon konkrétan egy sárga iPhone 15-öt töltenek vele, szóval ezt most demonstrálom, hogy valóban ez egy dolog, amire képes. Na, na, miért abba az Kaptam egyébként a telefon mellé egy öftáskát, ami igen jól demonstrálja, hogy mégis mekkora egy vadállat ez a mobil, illetve hogy a legtöbb embernek nincsen akkora zsebe, mint nekem. Elég sajnálom őket. Ez a kis hordozó botyú olyan szinten szűk, hogy az valami félelmetes, és engem biztosan zavarna, hogyha napi rendszerességgel ebből kéne előrángatni a mobilomat, ami több mint fél kiló de ez lehet, hogy csak én vagyok. A Unifone Armor 24 300 dollárért lehet a tiétek, ami 100 dollárral olcsóbb, mint az első generációs tank, és ennek ellenére ebbe 60 helyet 120 Hz-es kijelzőt kapunk, valamint szemben a tankkal ennek a háttértára bővíthető SD kártyával. Bár ebben a videóban nagyon sokszor hasonlítottam az első tankhoz, el kell ismernem, hogy ez egy teljesen egyedülálló telefon, és egyébként ténylegesen megállja a helyét. Ami félelmetes, hogy mennyi cuccot kaptok ebben a mobilban ennyi ennyi pénzért. Szóval, hogyha egy okos féltégla felé érdeklődnek az elkövetkezendő pár hétben, hónapban, erre érdemes lehet ránézni. Egyébként szeretném megköszönni a figyelmeteket, vagy szeretném megköszönni a Julefonnak, hogy elküldték nekem ezt a telefont, amiben tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és most itt van mellettem egy másik böhöm nagy telefonnak a bemutatója, mert miért ne tartanak magunkat ehhez a fantasztikus szokásunkhoz. Lehetek jók és sziasztok!